Az egész világ tulajdonképpen az ellenség játszótere is, hogy hogy nem tűnik fel ez az embereknek, az egy rejtély. Különösen akkor, amikor a jelek körülvesznek bennünket, az egész életünket áthatják. Azok a jelek, amelyeket ő hátrahagy, hogy egyrészt azok, akik tudják az igazságot, megértsék, hogy mi is történik, azok, akik beavatottak az egészbe. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a büszkeség az egy hatalmas probléma, nem csak az ellenségnél, hanem a világnál is. Pontosan ez az, amit kihasznál, ezért hagyja a jeleket hátra, hiszen el kell mondania, hogy ő az, aki irányítja ezt a világot. Másrészt pedig az emberek, a tudatlan többség különösen nem veszik ezt észre, mivel a büszkeségük nem engedi, hogy észrevegyék. Hiszen akkor el kellene fogadniuk, hogy az egész életük egy hazugság, és leélik az egész életüket egy álomvilágban. A hónapok nevei nagyszerű példa erre az egészre. Minden hónapnév kivétel nélkül visszavezethető ősi pogány hiedelmekre, és azokhoz az istenekhez, amelyeket az emberek tudatlanul legendának vagy mítosznak gondolnak, nem értvén azt, hogy valós lények állnak a háttérben, akik az emberiség kezdete óta manipulálják az emberek agyát, illetve az emberek tudatát annak érdekében, hogy egy fajta ostoba lázadásba rángassák őket bele abba, amelyben ők maguk is benne vannak a kezdetektől. Ezután március hónapot fogjuk megvizsgálni. Gyakorlatilag ugyanazt fogjuk megnézni számtalan helyről, de mégis érdekes szerintem ez az egész, úgyhogy kezdjük is el, ez a wikipedia.org, és márciusnál azt találjuk, hogy a Mars római istenről kapta a nevét, aki a háborúnak az istene. Ez az év a harmadik hónapja és 31 napos. Itt ugye az álomvilágból egy képet is láthatunk Marsról. Az űrkutatás, a bolygók nem más, mint az álomvilágnak a része. Ezeknek semmi köze nincs ahhoz a lakható helyekhez, amiket az emberek elképzelnek a fejükben, vagy égi testek, ahol landolni lehet meg élni. Ez egy fantázia és az álomvilágnak a része. A régi magyar neve márciusnak egyébként Böjt más hava, vagy a kikelet hava. Igazából a Böjt egyébként ugyanúgy egy pogány tradíció, mint ahogy az összes többi ünnep, amit a keresztény világ vagy a pogány világ folytat. Még villámgyorsan meg akartam mutatni a március keresztnévnek az eredetét. Ez egy latin eredetű név, Martius nemzetségből névből származik, és jelentése Mars istennek szentelt. Ez már nevenapja.hu, és azt láthatjuk, hogy március nevét Marsról, a háború római istenéről kapta, 31 napos, és meteorológiai értelemben a tavaszi hónapok közé tartozik. Régen, ugye aki látta a februárról szóló videót, azok számára kiderült, hogy ekkor kezdődött az év a régi római naptárban. Egyébként a teremtő naptárjában még mindig ekkor kezdődik, hiszen az nem változik. Ez pedig már online etimológiai szótár. Március bejegyzésről írja, hogy ez a harmadik hónap. Ez természetesen az angol szó March, de mivel a magyar neve ugyanonnan származik, ezért lehet, hogy ez is hasznos lesz. Végül is visszavezeti egészen a Mars szóig, ugye Mars hónapja a latin Martius kifejezésből származik. Ez pedig calendarorigins.com, ahol szintén ezt tudhatjuk meg, hogy március a latin Martius kifejezésből ered, és azt jelenti, hogy Mars hónapja. Dictionary.com ugyanezt erősíti meg az év harmadik hónapja, 31 napos, és a latin Martius kifejezésből ered, Martius mensis, Mars hónapja. Ez a The Old Farmers Almanac.com, almanac.com tulajdonképpen, és március a római istenség Marsról kapta a nevét. Ez volt az a időszaka az évnek, amikor újra kezdődtek a
a háborús hadműveletek, mivel ugye a tél ezt félbeszakította, így a háború istenének a hónapja lett március, a tavasz kezdete. Ez timeanddate.com, március ugye az év harmadik hónapja, 31 napos, és a római istenség Marsról kapta a nevét. A Gregorián naptárban ez az év harmadik hónapja, eredetileg ez volt ugye az első hónap, és a név Marciusból ered. Nézzük meg, hogy buvarinfo.hu mit ír. Ugye március hónap elnevezése a latin Martius hónap névből ered, jelentése Marsra, a hadakozás istenére emlékeztet. Az ősi naptárban az év első hónapja volt, de egyébként a napi egyenlőség volt az, ami elkezdte az évet, és a teremtő naptárjában még mindig ezt kezdi. Ha megnézzük a Wikipédia bejegyzését márciusról magyarul, nem sokat találunk, de azt megtudhatjuk, hogy az év harmadik hónapja 31 napos, a Gergely naptárban Marsról kapta a nevét, és az ókori Rómában szerencsét hozónak tartották, ha a háborút ez időtájt indít. Szintén megemlítik, hogy a népi kalendárium bőjt más havának hívja. Ha megvizsgáljuk az angol bejegyzést, akkor ugyanezeket találjuk szó szerint, a háború istene Mars, akiről a nevét kapta, egyébként Mars volt a mezőgazdaság őre is, illetve a rómaiaknak az ős atya tulajdonképpen, hiszen Romulus, illetve Rémusnak volt a szülőatya. Március hónap volt ugye a földművelés, illetve a háborúskodásnak a hónapja, illetve a kezdete, és az ekkor tartott ünnepek tükörképet mutattak az októberi ünnepekkel, ugyanis az volt ezeknek a tevékenységnek a lezárása. Egyébként Time and Date elárulja azt, amiről már szó volt korábban, hogy a tavaszi napi egyenlőség az általában március 19, illetve 21-ére esik, e között esik valamikor, és ez igazából az év kezdete, nem csak hogy a teremtő naptárja szerint, hanem a történelem során is általában ez volt, hiszen ekkor kezdődik az élet. Teljesen logikátlan az, amit mi csinálunk, hogy a tél közepén kezdődik az év. Ez pedig már Mars, nézzük meg akkor, hogy ki is ez a pogány istenség, akiről a március hónap a nevét kapta. Mars eredetileg növényi termékenység isten volt. A termékenység általában benne van, hiszen a pogányok gyakorlatilag másra sem gondoltak, mint a termékenységre. A mezők, erdők, termés és a tavasz vérnöke volt. Ezen eredetére utal egy fennmaradt egysoros földműves ima is, valamint az első tavaszi hónap elnevezése a március. Később általános termékenység istenné vált, a termékenység ugye, akinek esetleg nem esett volna még le, az a szexualitással és a szaporodással is összefügg, termékenységi jelentőségében adódóan a férfi erőjelképe is lett, majd közösségi oltalmazó, ezért váltott a háború és a harc védnökévé, a görög mitológia hatásának korában már megvoltak harcios vonásai, ezért Árész istennel azonosították. A görög megfelelőjével ellentétben Marsnak volt felesége, Néria volt a felesége, akit Mars elrabolt magának, és a legenda szerint zárdába kényszerített Rhea Silva, Numitor Alba Longai király lánya is megtetszett Marsnak. Egy legenda szerint Rhea Silva leszármazottai döntik majd meg Numitor királynak a hatalmát, ezért záratták be egy Vesta kolostorba. Azonban egyszer, amikor vízért ment Rhea Silva, elaludt a tóparton, és ekkor Mars teherbe ejtette, ebből származik Romulus és Rémus, Róma alapítói. A magukra maradt ikeket pedig egy anyafarkas és egy harkály táplálta, ezeket Mars küldte segítségükre. Vénusz istennőtől is született egy gyermeke, ez volt Ámor, vagy Cupido, a kis dagi, a szárnyas kisgyerek a nyillal, ő pedig a szerelem római istene. Március elején Rómában több ünnepe is volt Marsnak, és születésnapján a papjai hordozták körbe Isten pajzsait, amiket évközben a fórumon tartottak. Február 27 és március 14 között ünnepelték folyamatosan, a legjelentősebb ünnepe ez a Suvet Taurilia volt, amely minden ötödik évben a római népszámlálások, a szenzuszok után történt. Ekkor
Mars mezőn felsorakozott nép mellett háromszor körbevezették az áldozati állatokat, a sertést, a juhot és a birkát, majd feláldozták őket a hadak urának tiszteletére. Az áldozatokat tisztult meg a nép, és biztosította Mars további támogatását. Mars Jupiter és Juno gyermeke volt, ugye ők Zeus és Héra megfelelői a római mitológiában. Egy másik legenda szerint azonban Juno gyermeke volt egyedül, ugye már akkor is voltak csodák. Juno volt az, aki életet adott Marsnak. Ugye miután Jupiter a saját agyából vagy eszéből megszülte Minervát, ez után Juno szerette volna ugyanezt megtenni, és Flóra istennőnek a segítségét kérte, aki szerzett egy varázs virágot, és ezt ennek segítségével tudta Juno Marsot a világra hozni. Egyébként Flóra maga a név a latin flores, ami virágok többes számú alakja, a flos virágszónak innen származik Flóra. Ovidius elmondja nekünk azt is, hogy március 1-én volt a Matronália Fesztivál, ami Juno tiszteletére rendeztek, ugye a házas nők, és Juno volt ekkor már a gyermekszülésnek az istennője, pontosan az előbbi történet miatt, és egyébként március 1 Mars születésnapja is volt. Valószínűleg a Vénusszal való kapcsolata volt a leghíresebb ezen a képen, ugye Mars és Vénusz található, és ugye a legendás Cupido, aki a szerelem, Isten és az ő gyermekük. Mars természetéről azt tudhatjuk meg, hogy ő volt a mezőgazdaságnak az őrzője, és az ő energiáit arra fordította, hogy olyan körülményeket teremtsen, ami lehetővé teszik a termények növekedését, illetve a természetnek a pusztító erőit távol tartja. Ezen kívül egy férfias agressziót is megtestesített, ezért volt ő a háborús erőknek az irányító és a háborúnak az istene, de egyébként a rómaiak számára ő a biztonságot és a békét jelentette az által, hogy a háborút ugye megnyerik, hiszen Mars őket támogatja. Mars szent állatai egyébként a fakopáncs volt, a farkas, illetve a medve, melyek kapcsolódnak Romulus, illetve Rémus történetéhez. Hogy mennyire ostoba dolgokat találtak ki ezek az emberek, egy nagyszerű példa erre az, hogy ugye a fakopáncs azért volt az ő szent állata, illetve tisztelték ezt az állatot, mert olyan erős a csőre, hogy még a tölgyfát is képes legyőzni, és magukkal hordták a fakopáncsnak a csőrét, mert úgy gondolták, hogy ebben benne van Mars istenségnek az ereje, és ez mágikus erődvel rendelkezik, és meg tudja előzni a méh csípést, illetve a piócáknak a marását. Ha már itt járunk, akkor nézzünk meg, mit írnak Mars lándzsájáról. Arról van szó, hogy ez olyan fontos volt számára, mint ahogyan Jupiternek a villám, illetve Neptunnak a háromágú szigony, vagy pedig Szaturnusznak a kasza, illetve a sarló. Volt egy valós lándzsa is, amit régiában tartottak, a római királyoknak az egykori rezidencián, és állítólag ez a lándzsa mozgott, vagy vibrált, vagy pedig rezgett, hogyha valamiféle veszély vagy háború közelgett, de számos alkalommal koszorút tettek rá, vagy pedig valamiféle növényeket, amikor békés időszak volt. Itt láthatók azok az ünnepek, melyek márciusban voltak, ugye az elseje volt a születésnapja, Dies Natalis, születésnap. Ezek után március 14-én voltak a fogatversenyek az ő tiszteletére. Március 15-én, 17-én és 23-án is voltak ünnepek. 23-án volt a hadsereg tisztulásának az ünnepe. Még annyit a névvel kapcsolatban, hogy a latin melléknév Martius vagy Martialis, ebből ered az angol szó martial, amiből a martial arts, vagyis a harcművészet, illetve a martial law kifejezés származik, ez pedig a háborús állapot, amikor a hadsereg átveszi az irányítását egy területnek vagy egy országnak. Szóval a harc az angolban a martius
szóba ered, ami Marshoz vezethető vissza. De egyébként a név Martin szintén. Ha már egyébként márciusnál tartunk, mindenképpen említsük meg a Nemzetközi Nőnapot. Ez egy szocialista nőmozgalom második konferencián 1910-ben Koppenhágában dőlt el, hogy március 8 lesz Nemzetközi Nőnap. Egy nemzetközi szocialista nőmozgalom konferenciáján dőlt ez el. És azért, hogy megemlékezzenek arról a 40 ezer textil és konfekcióipari munkás nőről, akik 1857. március 8-án bér egyenlőségért, munkaidő csökkentését sztrájkoltak, Magyarországon 14-ben ünnepelték először 1914. Meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit még kideríthetünk a Nemzetközi Nőnapról. Ez egyébként bulvárinfo.hu, akit érdekel. Ez pedig már a Nimrod kötőjel mohács.hu nevű honlap, ami nem is tudom, hogy milyen fajta tévedésben él, de mármint csak a névválasztás miatt is. Az információ azonban megegyezik az általánosan Nemzetközi Nőnap, a nők iránti tisztelet megbecsülés kifejezésének napja. 1917 óta minden év március 8-án tartják meg. Minden ünnep kivétel nélkül visszavezethető pogány és hedonista gyökerekhez, ez egyébként a nőnappal sincs másként, a feminizmus különösen manapság tért nyer, de egyébként pedig az istennő szereppel van összefüggésben, ez is meg fogjuk vizsgálni később, hogyha az ENSZ valamiben részt vesz, az nem lehet jó jel, az ENSZ egyébként a világnapok között tartja számon a Nemzetközi Nőnapot. A nőnap eredetileg a mai virágos kedveskedés megemlékezése szemben munkás mozgalmi eredetű, azaz szocialista, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. Aki ismeri az írásokat, az tudja, hogy ez teljes mértékben ellentmond azzal, ami ugye a harcos nő, a szabad munkavállalás, az egyenjogúság, meg minden, amiért a mai feminizmus harcol, az mind teljes mértékben ellentmond az írásoknak és az a szerinti életmódnak. Itt is beszámolnak arról, hogy március 8-án 1857-ben volt ez a textilipari sztrájk, ennek az emlékezetére tartják ezt a mozgalmat, a női emancipáció, feminizmus és minden ehhez köthető ideológia jeles napja. Mint minden más ünnep, ez is visszanyúlik egészen a pogány kezdetekhez. Ezek a bejegyzések először görög, illetve római tradíciókat fednek fel, de egyébként sokkal korábban kialakult már a nők imádata, illetve az istennőnek a szerepe, ha csak Szofiára gondolunk, akkor az az egyik ezek közül. Matronália egyébként a fesztivál neve, ami szintén más néven Matronalis Feria, és erről is szó volt már ugye Junoval kapcsolatban. Juno az, aki önmaga adott életet Marsnak március elsején. Ez volt Mars születésnapja, illetve ez volt a Matronália Fesztivál napja, és ezt Junónak dedikálták, aki ugye Mars Isten anyja lett. Ezen a napon a nők, a házas nők a templomokba járultak, és ott Junónak különböző áldozatokat hoztak, otthon pedig a feleségek ajándékot kaptak a férjeiktől, illetve minden nőnemű szolgálójuknak és azok számára tartottak egy lakomát. Patheos.com elárulja azt, hogy március ugye ezzel az ünneppel kezdődött, Matronália, amit Mars anyjának, Junónak szenteltek, ezen kívül egyébként az asszonyok és a feleségek, az anyák ünnepe volt ez. Junó volt a születés istennője, ő volt az, aki segíti a nőket terhesség, illetve szülés idején, hogy a gyermekeiket a fényre tudják hozni. Volt egy másik hagyománya a rómaiaknak, az pedig az, hogy júniusig, Junó hónapjáig vártak a házassággal. Ez azt eredményezte, ugye, hogy márciusban születtek ebből a házasságból a gyermekek, tehát így sok minden összejött. Az egyik ugye a házasság istennője, Junó, aki szintén a születésnek az istennője, valamint Mars, születésnapja, illetve az új év szintén márciusban kezdődött a régi naptár szerint a rómaiaknál. Így március egy mozgalmas hónap volt,
ezért szentelték ezt a hónapot a nőknek, és a Matronália Fesztivál ezért volt március elején. A szokások szerint a férjek ilyenkor ajándéka halmozták el a feleségeket, matronália alkalmával édességek, virágok, ékszerek, bármi, ami szájnak ingere, és ezzel ugye ünnepelték a feleségeket, az anyákat, a gyermekek is becsatlakoztak ebbe, ők is adták az ő saját ajándékait, és később ez átalakult, és a szerelmesek ugye a nőket megajándékozták, ajándékokkal halmozták el, ugye ekkor volt az év eleje, és így szép lassan ez a matronália átalakult egyfajta, ugye, ókori Valentin napba, amit mi ma Valentin napként élünk meg. Ez pedig Wikipedia matronália bejegyzés, ahol ugyanezt magyarázzák el nekünk, a nők, a feleségek ajándékot kaptak a férjtől, illetve a gyermekeiktől, és megvendégelték a női szolgálóikat, ugyanúgy, ahogyan a férfiak tették azt Szaturnália idején. Szaturnáliáról már készült két videó is a karácsony kapcsán. Igazából nem kell géniusznak lenni, hogy valaki felfedezze az összefüggést a matronália, illetve a nőnap között, így még a boszorkányok a wikadaily.com oldalon is megtalálták ezt, és ugyanerről számolnak be. Ugye a matronália a nők ünnepe volt, és március 1-én tartották ezt az ókori Rómában Juno emlékére, illetve Juno tiszteletére, amikor is a nőket megajándékozták, és egyéb módokon kedveskedtek neki. Azt már megtudtuk korábban is, hogy Juno volt az újszülöttek istennője, a születésé, ezen kívül ő segítette a terhes nőket a terhesség során. Ez már novaroma.org matronália bejegyzés, ahol arról olvashatunk, hogy márciusnak a kalend részében, ugye kalend az a kezdete egy hónapnak, ebben a részében tartották meg a matronália ünnepet Juno Lucina istennő tiszteletére, vagy Juno röviden, aki a születés, illetve az anyák istennője volt, és valószínűleg maga a Lucina a fényre utal, ami a lux szóból ered, tehát Juno a fényhozó. A másik szó, ami lehetséges, ez a lusus, ami ligetet jelent. Ha valaki ismeri az írásokat, akkor a ligetről rengeteg szó esik, hogy a pogányok a ligetekben áldoztak. Ez is elképzelhető, hogy innen jön a Juno Lucina név. Itt azt is megtalálhatjuk, hogy Ovidius a Fasti művében elmagyarázza, hogy Mars azt a magyarázatot adta, hogy miért engedi, hogy egy ilyen nőkre vonatkozó ünnep márciusban az ő hónapjában legyen, hogy mindez a Szabin nőknek a tiszteletére lehetséges, ugyanis Romulus azzal imádkozott és azzal fordult Marshoz, hogy túl kicsi Róma, erre Mars ugye azt tanácsolta, hogy akkor szerezzen nőket, amire szükség van, hogy nagyobb legyen a város. A Szabin nők pont kéznél voltak, elrabolták őket erővel, és ugye a feleségeik kitették őket, utána, amikor megérkezett a felmentő sereg, hogy visszavigye ezeket a nőket, már addigra olyan későn érkeztek, hogy már addigra ugye a gyermekek is megszülettek ebből az erőszakból, így tehát késő volt. Ezek után pedig a Szabin csapat és a rómaiak szövetséget kötöttek, és jó barátok lettek a legenda szerint. Érdekes módon a pogányok mind a mai napig tudják, hogy ez egy pogány eredetű ünnep, ez ugye psychicsuniverse.com, és arról beszélnek, hogy március 1-e lesz a matronália, időpontja ebben az évben a pogány, vagy a Vika naptár szerint. A matronália az ugye a mater, anya szóból ered, és ez egy római ünnep, melyet Juno istennő tiszteletére rendeznek. Matronália, vagy pedig a matronales feria, a nők, illetve az anyaság ünnepe volt, és Juno Lucina tiszteletére rendezték, aki a születés istennője volt. Ezt ünnepekkel, különböző rendezvényekkel, rituálékkal, illetve mulatozással, evéssel, ivással tették emlékezetessé. A templomokban a matronália idején a férj és a feleség együtt imádkozott a házasság erejéért, és virágkoszorúkat helyeztek el, állatokat áldoztak otthon, ez tovább folytatódott, és a férjek ajándékkal
lepték meg a feleségeiket, illetve mindenki más, aki nőnemű volt, az ajándékot kapott a, ugye itt barátról van szó, de tulajdonképpen a párjától. Olyannyira, hogy még a rabszolgák is részt vettek ebben az ünnepségben. Nyilván a termékenység kihagyhatatlan, hogyha pogány szertartásról és ünnepről van szó. Ekkor a feleségeket arra biztatták, hogy a hajukat engedjék le, lazítsák meg az öveiket. Ugye ez szimbolikus arra nézve, ahogyan a nőnek a méhe befogadóvá válik, és a többit mindenki el tudja képzelni. Ez pedig már a görög és római hagyományok szótárából való a matronália bejegyzés, ugye ez matronale feria, ez a, ugyanarról szól, tulajdonképpen ugyanazt árulja el, amit eddig is megtudtunk. Elmondja azt is, hogy a rómaiak és a szabin nép közti háború, majd béke és szövetség története, illetve ennek az utóélete az, aminek hatására létrejött ez az ünnep. Kezdetben csak a feleségek kaptak ajándékot a férjektől, ezek után azonban már a lányok az ő szeretőiktől, valamint az ágyasok, illetve akár a női rabszolgák is részesei voltak ennek. Ez gyakorlatilag egy szaturnália volt nőknek. Akinek kétségei vannak e felől, ezek a bejegyzések, ahol erről információt talál, ez ugye Ovidiusra utal, Tertullianus, és a többi, és a többi. Láthatjuk tehát, hogy mint az összes más ünnep, hónapnév, napok nevei, az úgynevezett égitestek nevei, minden a márkák nevei, amit használunk, visszavezethető ugyanoda, ezek pedig a pogány istenségek, melyek a kezdetektől fogva végig kísérik az emberiséget. Ugyanazok a nevek, ugyanazok a karakterek kísérik végig az egész emberiség életét, és hogy hogyan nem veszik észre az emberek, ez egy rejtély. A Nemzetközi Nőnap ugyanolyan pogány tradíció és hagyomány, mint az összes többi ünnep, és az emberek részt vesznek, hajlandók részt venni bármiben, csak abban nem, amit a Teremtő tanácsolt, illetve az útmutatásában meghagyott nekünk. Hogyan lehetséges az, hogy mindent hajlandó elfogadni az ember, akár keresztény, akár pogány, akár akármi, csak azokat az ünnepeket nem, amelyeket a Teremtő meghagyott az ő útmutatásában, a Torában. Ez egyszerűen érthetetlen. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!